Kutyával együtt élni az egy szép, izgalmas és kihívásokkal teli program, hiszen egy jelentős kommunikációs baki a kutya és az ember között, hogy nem egy nyelvet beszélnek. A tanulás, ami oda-vissza érvényes, az, ami majd segít ebben nekünk, tehát a kutya is megtanulja a mi életritmusunkat, a mi életfelfogásunkat, a mi reakcióinkat, a mi mimikánkat, a mi metakommunikációnkat, és mi is az övét. Az ő metakommunikációját, az ő arc kifejezését, az ő mozgásait, az ő testtartási változásait, ami szintén metakommunikáció valójában. Tehát egy oda-vissza tanulásról van szó, aminek az eredménye az kell legyen optimális esetben, hogy mindenki érti a másikat. Hogyha ez így van, akkor nem nagy probléma, hogyha azt akarjuk éppen kifejezni, hogy most speciál nem tudunk a kutyával foglalkozni, mert dolgozunk, stb. Más dolgunk van. Ennek a metakommunikációja a mimikával és a mozgással, a hang és a beszédnek a ritmusával, illetve a beszédnek a hang hullámaival, ez az információ eléri a kutyát, és azt ő érteni fogja. Természetesen átütheti ezt a helyzetet az, hogyha mondjuk mindenképpen közölni akar a kutya valamit, például, hogy ha most nem megyünk ki, akkor esetleg nem tudom visszatartani a vizeletemet, mondjuk, tehát ezt akarja közölni az emberrel, akkor nyilván nem átüti ezt a kis békjót, vagy ezt a gátat, de normális esetben, amikor egyébként nincsenek ilyen égbe kiáltó dolgok, akkor a kutya tökéletesen meg fogja érteni, mert leolvassa a viselkedésünkből, hogy most ez alkalmas idő arra, hogy játszunk, alkalmas idő, hogy oda menjek, böködjem a gazdának a kezét, hogy simogasson, vagy a lábát, stb. Vagy éppen most az a helyzet van, hogy jobb őt békén hagyni, mert ebben az időszakban ő nem alkalmas, vagy nem szeret velem foglalkozni.